Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt a Moszkva tér legfrissebb adása, itt az Ultrahang csatornáján, és itt már velünk a stúdióban Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mai adásunk témája pedig nem más lesz, mint a lengyel választások, itten a nemzetközi események nagy kavarában, talán egy picit kevesebb figyelem fordult rá az elmúlt napokban, az elmúlt héten, viszont mindenképpen fontosnak tartottuk, hiszen azért mégiscsak meghatározó európai esemény ez is. Viszont mielőtt belekezdenénk a mai adásunkba, mindenképpen szeretném hallgatóinkat buzdítani, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, ha ezt még nem tették meg, a csengő gombot megnyomva pedig értesítéseket is kérhetnek arról, hogyha az Ultrahang új felvételt tölt fel a csatornára. Emellett továbbra is köszönettel fogadjuk adományaikat a képernyőn és leírásban található bankszámlaszámon és PayPalon keresztül. Támogatóink megkaphatják az Ultrahang közönség találkozóinak vágatlan felvételeit, illetve ezen felül reklámmentesen hallgathatják az Ultrahang podcastjait. Na hát, és ugye a lengyel választásoknál ugye nagyon sok kérdés és nagyon sok szempont lesz, amit ebben a beszélgetésben érintenünk kell, de talán kezdjük onnan, hogy mi most az aktuális állás, mit lehet tudni az eredményekről, hogy áll most a lengyel választás? Kezdjük azzal, hogy történelmi csúcsot döntött a részvételi arány, 72% körüli. Ez elképesztő magas. És hát igen, az eddigi, tehát amikor 4 évvel ezelőtt 61%, 61,2 volt a részvételi arány, akkor is azt mondták már, hogy ez kiugróan magas. 8 évvel ezelőtt, és ez az átlag, 50%, 51% körüli volt a részvételi arány, és hogy miért van ez? Miért ez a magas részvételi arány? Mert tényleg a lengyelek úgy érezték, hogy történelmi választás előtt vannak, történelmi válaszúton van az ország, és hogy miért van válaszúton, hát több rétege van ennek a kérdésnek. Az egyik az, hogy két világ között választott Lengyelország. Az egyik világ a jelenleg kormányzó jog és igazságosság, Jaroszláv Kaczynszki, a miniszterelnök Morawiecki által fémjelzett párt képviseli a nemzeti konzervatív, szuverenista irányt, míg az legnagyobb ellenzéki tömörülés, amelynek vezetője Donald Tusk volt, nem volt, hanem most is, tehát Donald Tusk és a polgári platform körül formálódott pár párt, tehát ez pedig egy külpolitikai szempontból egy a nyugati fősodorba jobban belesimuló, sokak szerint globalista, bár én ezt nem mondanám így ilyen erősen, de mindenképpen az európai fősodorba jobban belesimuló párt, amely belpolitikai értelemben egy ilyen nagyjából jobb-közép liberális koalíció lesz, vagy formálódik, és gazdasági értelemben viszont neoliberális. Tehát így egymásnak feszült egyébként a vidéki Lengyelország, a nagyvárosok Lengyelországával, ezt még majd megbeszéljük, hogy kire, melyik oldalra kiszavazott. És hát nagyon fontos volt ez olyan szempontból is, most nem a lengyelek felül, ha nézzük, hanem Európa szempontjából Lengyelország egy európai középhatalom, a jelenlegi Európai Uniós fősodorral szembe ment Magyarországgal együtt. Magyarország számára ez azért volt fontos, különösen fontos, mert amennyiben az ellenzék fog és tud kormányt alakítani, akkor Magyarország majdhogy nem egyedül marad az Európai Unió megreformálásáért folyó harcban. Ráadásul ugye Lengyelország egyébként egy igen ambiciózus középhatalom, hiszen ugye akár a védelmi költségvetésével kitűzött célokat, akár a gazdasági céljait nézzük, azért ők, hát fogalmazunk úgy, hogy nem félnek nagy célok kitűzésétől. Nem félnek, azért ha már fölvetetted a hadipart, meg a védelmi kiadásokat, akkor a jövő évi költségvetésben 4,2%-ot költenek a hadseregre, a védelemre. Egyébként meg, ha már itt tartunk, de még erről is lesz szó, akkor 3%-os növekedést várnak. Jelen pillanatban azért inkább stagnálás van. De nézzük az eredményeket.
Ugye az exit poll adatok korrigálása a szavazatok 50%-os feldolgozása után körülbelül úgy állunk, hogy nagyjából ugyanott, ahol az exit pollokat végezte az Ipsos. Tehát a jog és igazságosság körüli egyesült jobboldali tömb az 36,8%-on áll. Lényegében ez már majdhogy nem végeredménynek mondhatjuk. Ez 198 mandátumot jelent. A polgári koalíció Tusk nevében fémjelzett polgári koalíció 31,6%-ot szerzett 163 mandátummal. A harmadik út Simon Holovnya pártja, pártja és mellette a parasztpárt, a lengyel néppárt 13%-ot szerzett, ez kiugró teljesítmény tőlük, és 55 mandátumot jelent ez. Az új baloldal, ez 8,6%-ot szerzett 30 mandátummal, és a várakozások alatt szerepelt a radikálisan a PISZ-től is, tehát a Jog és Igazságosság pártól, Kaczyńskiektől is jobbra álló, gazdaság politikájában azonban libertáriánus konföderáció 6,2%-ot szerzett, ez 14 mandátum. Ez azt jelenti, hogy a 460 fős Szejmben, tehát a parlamentben, az alsóházban 248 mandátumos többséget tud összehozni az a három ellenzéki párt, amelyik már nagyjából a választások előtt megegyezett, tehát arról, hogy ha úgy alakul, akkor kormányt tudnak alakítani, és alakítanak. Ez a polgári koalíció, Tuskék, a harmadik út, Holovnya, és a baloldal. Tehát egyértelmű, hogy nekik van többségük. A PISZ, a Jog és Igazságosság egyedül nem tud kormányt alakítani, de lehetséges partnerével, a konföderációval sincs meg a 231 mandátumuk, hiszen 198 és 14 az jóval elmarad ettől. Ettől függetlenül a nyilatkozatok hát nagyon optimisták, és egyik részről a kincstári optimizmus. Morawiecki miniszterelnök és Kaczyński pártelnök arról beszélt, hogy ők mindent meg fognak próbálni, hogy összehozzák a koalíciót így is. Hát meg lehet próbálkozni azzal, hogy rábeszéljék mondjuk a harmadik út nevű tömörülésben lévő parasztpártot, hogy álljanak át. De hát egy biztosból, egy bizonytalanban nehezen fognak. Úgy tűnik, hogy ez a dolog, ez eldőlt. Tehát a Jog és Igazságosság nem tudja folytatni a kormányzást. Egyébként, ha már történelmi választásról beszéltünk, olyan értelemben is történelmi lehetett volna, hogy Kaczyńskék lettek volna az elsők, az első olyan párt, amelyik harmadik alkalommal is tehát egymás után három alkalommal is kormányozni tud. Azt viszont elmondhatja magáról, hogy egymás után három választást is megnyert. Mert a PISZ, a Jog és Igazságosság ezt a választást, tehát a konzervatív oldal ezt megnyerte. Az egy másik kérdés, hogy nem tud kormányt alakítani. Egyébként a 36,8%-os eredmény sem rossz. Ezzel az eredménnyel, 8 éve nagyjából ezzel az eredménnyel egyedül kormányozni tudott a PISZ. Nagyon érdekes a lengyel választási rendszer, tehát az, és akkor azért tudott kormányozni, mert akkor még posztkommunista baloldal nem érte el, baloldali összefogás, tehát a pártszövetség nem érte el a pártszövetségeknek kiírt 8%-os küszöböt, egyébként a párt önmagába indul, akkor 5%-os a küszöb. Tehát itt is, hogyha ezek közül, az említett pártok közül a harmadik út vagy a baloldal kiesett volna, az teljesen más konfigurációt hozott volna, de nem esett ki, sőt, nagyon jól szerepelt a harmadik út. Ezért Kaczyńskiék hiába szereztek nagyjából ugyanannyi választószavazat rájuk, mint 4 éve, 8 millió fölött valamivel,
ez a magas részvételi arány miatt hát egy jóval kisebb mandát, kevesebb mandátumot tudott hozni, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a lehetséges koalíciós partner, a konföderáció, az a várakozások alatt szerepelt, volt már olyan, hogy ő nekik 14%-ot is mértek, és hát ebből lett 6,2, azért az mindenképpen kevés. Ha már itt tart, ott tartunk, hogy ennyivel többen mentek el a választásra, akkor nézzük meg azt, hogy hát egyrészt miért? Azért, mert tényleg nagy volt a tét. Ezt érezték, hogy nagy a tét. És a fiatalok különösen, és nagyon sokan új arcokra vártak. Ne felejtsük el, hogy azért is nagyon fontos választás volt ez, mert a lengyel belpolitikai élet elmúlt 20 évét nagyjából az jellemezte, hogy Donald Tusk és Jaroszláv Kaczynszki egymásnak feszülése, a PO, a Polgári Platform, és a PISZ, a Jog és Igazságosság egymásnak feszülése, harca jellemezte, és gondoljunk bele, hogy egy első szavazó, mikor megszületett, és ezt a két arcot látta, és még most is ez a két arc verseng a kormányzó, tehát a kormány alakítási posztért, és hát én megértem azokat a fiatalokat, akik azt mondják, hogy most már valami új arcra vágynak, ez lehetett egyébként Simon Holovnya, ő egy tévés újságíróból lett pártelnök, ez az ő harmadik útja. A harmadik út egyébként, ez Lengyelországban nagyon időről időre fölbukkan, hogy ez azt jelenti, hogy a két nagy tömb mindegyikét elutasítja, és hogy valami mást akarnak. Tehát időről időre fölbukkannak ilyen politikusok, és így nagyjából ezt a 10% körüli eredményt hozzák. Ilyen volt Palikot, aztán Kukiz, most Holovnya. Hát nagyon érdekes, hogy ezek általában egy ciklus, 4 év alatt úgy erodálódtak. De nézzük meg, hogy az Ipsos olyan elemzést is készített, hogy kinek hogyan sikerült mozgósítani azokat, akik a legutóbbi választásokon nem vettek részt. Tehát azt a plusz 10%-ot, hát itt több millió emberről beszélünk. Tehát itt a polgári koalíció, Tuskék nyertek a legtöbbet, hiszen a 2019-ben nem szavazóknak több mint 30%-át elvitték. A harmadik útnak 18%-ot sikerült közülük maga mellé állítani, a Jog és Igazságosság is többet hozott, mint, tehát erősödött, de ez csak 15,5%. Ez alatt marad a baloldal és a konföderáció. Hogy ha összehasonlítjuk azt, hogy milyen korcsoportok hova szavaztak, az is nagyon érdekes. A polgári koalíció, megint csak mindig mondom, hogy Tuskék támogatottsága, ez is fontos, hogy viszonylag minden korcsoportban kiegyenlített volt. Tehát ilyen 28 és 31% közötti, kivéve a 40-től 49 éves korcsoportot, és ott csak 35 volt a ezt a korcsoportot, és a PISZ, tehát Jaroszláv Kaczynszki pártja egyetlen korcsoportban a 60 év fölöttiek körében kapta meg a szavazók többségét, szavazatok többségét. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, tehát az 50 év fölöttiek pártja a PISZ, az 50 év alatti, aki az ellenzék inkább. És a fiatalok körében ez is nagyon fontos, és a jövő szempontjából tanulságos, a PISZ, Jaroszláv Kaczynszkijék csak a negyedik helyen állnak. Tehát ők nagyon keveset kaptak. Egyébként a férfiak és nők szavazat, de hogy oszlott meg a szavazatuk, abban nagyon nagy eltérés nincs a nagy tömbök körében. Talán az érdekes,
hogyha földrajzi értelemben nézzük, akkor, vagy nem, még maradjunk a nemeknél, hogy a konfederációra inkább a férfiak szavaztak, a baloldalra, új baloldalra, ez egy ilyen progresszív blokk, ők támogatják leginkább az LMBTQ kérdéseket, rájuk a hölgyek inkább. És földrajzi értelemben is van megosztottság, Kaczyńskiékre a vidéken élők 48,6%-a szavazott, Tuskékra a falvak lakosságának csak 21,5%-a, tehát itt is látjuk ezeket a különbségeket. A többire például a Holovnya, tehát a harmadik út a 12,4%, a baloldalra csak 5,8%. A jogi és igazságosság a nyugdíjasok, a munkások körében és a gazdák, a vidéki gazdák körében szerezte a legtöbb szavazatot, míg a Tusk vezette, vagy fémjelezte polgári együttműködés, koalíció, az a vállalkozók, a vezetőbeosztások körében, tehát a középosztály körében szerepelt jól. A harmadik út az viszonylag egyenletes ezekben a, ilyen a foglalkozásokat tekintve. A baloldal a fiatalok, a diákok és az egyetemisták körében kapta a legnagyobb bizalmat. Ez is nagyon érdekes, és a konfederáció, a radikálisabban jobboldali, ő is a fiatalok körében szerepelt jól. És hogyha ezeket az adatokat most a kedves hallgatóra öntöttem, akkor rendszerezzük azt, hogy is néz ki a lengyel politikai paletta. Bocsáss meg még, de gyorsan egy kérdés, hadd kérdezek, hogy ez mennyivel egyezett meg ez az eredmény, illetve ezek a százalékok, társadalmi lebontások nagyjából a várakozásokkal, hiszen azért Lengyelország igen, például nagyon nagy százalékban katolikus vagy keresztény beállítottságú ország, a különböző népszámlálások mindig hatalmas százalékokban mutattak ki keresztény-konzervatív irányultságú. Akkor mondom is, a népszámlál, legutóbbi népszámlálási adatok szerint 73% fölötti valamivel a magukat katolikus hívőnek való aránya. Hozzá kell tenni, hogy van egyfajta szekularizáció a társadalomban. Az előző népszámláláshoz képest 6,6 millióval kevesebben vallották magukat vallásosnak. Tehát el kell mondani, hogy apróság, de ez sem az egyházzal nagyon jó kapcsolatot ápoló és ortodox, konzervatív nézeteket valló nemzeti konzervatív PISZ-re, Jaroszláv Kaczyńskiéknak, tehát nem nekik kedvezett, hanem inkább a balliberális pártoknak. Bocsánat, hogy félbeszakítottalak. Tehát az, hogy a várakozásoknak ez mennyire felelt meg, a nagyon érdekes dolog az, hogy változtak a fölmérési adatok, tehát az előrejelzések így egy idővel. Például mondok két-három példát, a harmadik út, miután áprilisban megalakult, akkor nagyon berobbant, tehát azzal a szlogennel, hogy ezt a két ismerős arcot már valahogy el kell, elegünk van belőle, tehát Kaczyńskiból is és Tuskból is, mi az új, a változásokat fémjelezzük, és akkor olyan 13-14, amelyet most szerzett, úgy robbantak be, aztán miután kiderült, hogy ők Tuskékkal fognak, amennyiben úgy alakul, kormányra kerülni és kormányt alakítani. Ez az úgynevezett harmadik utasságnak a frissessége elillant, és leestek egészen 8% köré. A konföderáció, ez a libertáriánus, radikálisan jobboldali nemzeti tömörülés, 14%-ot is mértek nekik. Utána, miután az infláció elkezdett csökkenni, és 10% alá ment, valószínű ezért az ő gazdasági programjuk egyébként nagyon az állam leépítésére, mindenki oldja meg, tehát libertáriánus gazdasági programról beszélünk. Tehát 14-ről leesett szintén 8 köré.
És az is érdekes, hogy egészen sokáig, de mondjuk úgy, hogy a nyár köz, nyártól, a nyár végére a Tusk vezette polgári koalíció stagnált, vagy gyengült, tehát nagyjából 26-28% között volt, addig Kaczyńskiék folyamatosan erősödtek, és már egész mértek nekik 39%-ot is. Tehát akkor, amikor az olló nagyon szétnyílt a két nagy tömb között, akkor átlagban ilyen 8-9% volt a különbség közöttük. Hát a vége ugye majd 5% lett. Még a szeptemberi adatok is azt mutatták, hogy Kaczyńskiék koalícióban mindenképpen, de ha kiesik a harmadik út, akkor egyedül is kormányozhatnak. Ez a szeptember végi adat is nagyjából inkább ezt jelezte. És valamik történtek itt az elmúlt két hétben, illetőleg még szeptemberben, néhány dolog azért hatott a választásokra, választókra, azon kívül, hogy új arcot akartak. És az új arcot akartak, ezt mutatja, tehát biztosan volt valami hatása a tévévitának is. Ez egy sajátos tévévita volt, nem igazán vitáztak, hanem egy-egy percben elmondhatta mindenki a adott kérdésről a véleményét, és de összességében kiderült, hogy a harmadik utat képviselő Holovnya, a konfederációt képviselő Boszák, és a új baloldalnak egy hölgy volt a képviselője a vitában, az elnöke. Tehát ők szerepeltek a legjobban. A legrosszabbul Tusk szerepelt, Morawiecki volt még ott egyébként, a miniszterelnök. Tehát itt is az jött ki, hogy a friss, új dolgokat mutatók szerepeltek a legjobban, és valószínűleg nekik is hozott ez a vita a legtöbbet. A polgári koalíciónál a lényeg az volt, hogy mindenképpen, tehát ők azért szereztek végül mondjuk így az általam is várt ilyen 28-29% helyett 31 fölött valamivel, mert itt a lényeg az volt, hogy a Kaczyńskiék, tehát a PISZ elutasítottsága, tehát őket az vitte, és nagy kérdés, hogy tudják kormányon megtartani a rájuk szavazókat, mert az már akkor nem lesz elég az, hogy vesszen a PISZ. Tehát nagyon-nagyon érdekes az, hogy mi hatott még a választások kimenetelére, hogy a szeptember és október 15 között ott volt egy vízumbotrány például. Ne felejtsük el, hogy itt azért elmondom, hogy volt egy népszavazás is, amit a kormány inkább azért szervezett meg, mert egyrészt az ő politikájának megerősítésére a népszavazás érvénytelen lett, nem volt 50%-os azon a részvétel, az ellenzék bojkotra szólított. A népszavazáson a migrációról szavaztak, a nyugdíjról, hogy nyugdíjat nem emelik, nyugdíjkorhatárt nem emelik, bocsánat, akkor amellett még az, hogy a nagy állami vállalatokat ne privatizálják, tehát nagyjából a PISZ-nek a programját erősítette meg, és a cél az volt, hogy mozgósítsanak szavazókat. Ezt el is érte a PISZ, mert 15%-kal többen mentek el rájuk szavazni, többen szavaztak rájuk, mint előtte, de nem elegem, mert a többiek jobban mozgósítottak. Na most azért fontos ez a migrációs kérdés, mert a kampányban ez fontos téma volt, és a vízumbotrány pedig arról szólt, hogy a lengyel konzulátusokon, Közel-Keleten és Afrikában 5000 dollárért hát lehetett vízumot, és kiadtak vízumokat, lehetett vízumot venni, munkavállalói vízumot, és ez hát, hogy mondja, persze az ellenzék Tuskék fölkarolták, mert ez pont élesen szembe ment Kaczyńskiéknak a migráció ellenes politikájával. Itt nem is a korrupció volt a lényeg, hanem az, hogy egyrésztről hirdeti, hogy nem fogadnak be migránsokat,
a népszavazáson is ott volt, hogy támogatja a kerítést a belorusz-lengyel határon, a migránsokkal szemben, meg hogy hogy elfogadja-e a migránsok az uniós elosztását, unión belüli elosztását. Szóval ez is ott volt, meg az utolsó héten mondott le a vezérkari főnök és a hadműveleti főparancsnok. Hát ez sem tett jót a kormánynak, mert hát a háborús helyzetben, a szomszédban háború van, akkor, és a hadsereg két vezetője lemond, az nem piros pont. Egyébként ők azért mondtak le, mert már régóta feszültség van köztük, volt köztük és a védelmi miniszter között, és az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a PiS a kampányban azért erőteljesen felhasználta a hadsereget is, és ez a katonáknak, ugye a szakmának nem tetszett. Olyannyira felhasználta, hogy a 2011-es védelmi stratégiából pár lapot mutatott be Blaszczak védelmi miniszter annak illusztrálására, hogy akkor még Tuskék voltak a kormányon, és hogy a Visztulánál védenék a Lengyelországot addig, amíg megérkeznek a NATO csapatok egy keletről jövő támadás esetén, és akkor ezzel azt akarták bizonyítani, hogy az ország felét föladják. Tehát így védik ők az országot. Egyébként a Kaczyńskijék az ország megmentői, védelmezőinek szerepébe állították be magukat a kampányban. Tehát ezek az apróságok úgymond összeadódtak, de véleményem szerint a legfontosabb az volt, hogy újat akarnak. És itt jön még az, hogy azért Tuskéknak is vigyázni kell, mert az első az, hogy az éppen hatalmon lévő régit akarják leváltani, de a következő az, hogy a most hatalomra került régit is nagyon sokan elutasítják. És nem csak az ellenkező oldalon, hanem a saját oldalán is. Tehát az új, a változások akarása, ezt én úgy gondolom, hogy ez fontos tényező volt. Na most, hogyha a kampányról még beszélünk, akkor rendkívül lejárató, durva kampány volt, a társadalom nagyon megosztott, tehát ebben a kampányban Tusk volt egyszerre német, meg orosz ügynök, szóval minden, de viszont is, tehát a Kaczyńskit pedig Tuskék az ördögnek állították be, hogy ezeket le kell váltani. Szóval a rendkívül durva, személyeskedő kampány után voltunk, és hát visszatérve még arra, hogy akkor hogy oszlik meg a lengyel társadalom. Tehát amit az eredmények is mutatnak meg, hát egyébként is. Tehát a lengyel társadalom földrajz értelemben megosztott. Kelet-Lengyelország, amely hát korábban, tehát a Lengyelország, tehát a 19. század, a 20. század előtt nem Lengyelország vagy része volt, tehát az a II. Világháború utáni felosztásnál lett Lengyelország része. Tehát Kelet-Lengyelország a sokkal inkább agrár, vidéki Lengyelország, a jog és igazságosságra mindig Kaczyńskijékre szavazott ezúttal is. A nagyvárosok és Nyugat-Lengyelország, az a Nyugat-Lengyelország, amelyik a II. Világháború előtt az Németország része volt, vagy egyik rész, tehát nem teljesen, de nagy részt, az hagyományosan a balliberálisabb pártokra szavaz. Hogyha ez a földrajzi megosztottság, megosztottságban a nagyvárosok és a 10 000 lakos alatti városok között. A 10 000 lakos alatti városokban a jog és igazságok, konzervatívok szerepelnek, meg most is szerepeltek jól, a nagyvárosokban pedig a balliberális, a jobb-közép oldal. Tehát az életkort azt említettem, de az is nagyon fontos, hogy 50 év fölött a PiS, 50 év alatt a többi, a jelenleg még ellenzéki pártok népszerűbbek. Szóval több értelemben is megosztott Lengyelország, és ez a választásokkor, nem csak most, ez korábban is mindig kiderült, és nagyon-nagyon fontos volt, hogy
például vidéken nagyobb arányban nyerjen, vagy nyere a PISZ, mint amennyi, amilyen arányban az ellenzéki pártok nyernek a nagyvárosokban. Tehát vagy nyugaton és keleten milyen lesz az elosztás. És hát az kiderült most, hogy az új szavazók is inkább a változást akarták, de hozzá kell tenni ahhoz, hogy miért, tehát a PISZ jól szerepelt. A PISZ hozta azt, amit a bázisát, az egyértelmű, és azt is el kell mondani, hogy nagyon nehéz 4 év után vannak ők. Hát ne felejtsük el, hogy ebben a 4 évben volt a Covid-válság, a járvány, azzal együtt járó gazdasági visszaesés, a válság, és ezt követte rögtön az orosz-ukrán háború, amelyben Lengyelország nyakig benne volt, és a háborúval kapcsolatos gazdasági válság, a gazdasági visszaesés. Ennek ellenére véleményem szerint a PISZ kormány jól teljesített. Tehát a PISZ szociálisan érzékenyebb van az 500 plusz program, tehát az azt jelenti, hogy minden gyermek után 500 zlotit kapnak, úgymond családi pótlékot, támogatást a családok, és ez 42.000 forint. A kampányban azt ígérték, hogy 800 zlotira, tehát 67.000 forintra emelik föl ezt. De mondom, minden gazdasági nehézség ellenére a lengyel gazdaság hullámozva, de erősödött, ment előre, a szociális ígéreteiket nagy alapvetően betartották. Tehát nem mondhatom azt, hogy tragikus, de még csak az sem, hogy rossz volt ez a 4 éves kormányzás. Tehát Lengyelországban óriásit lépett előre a haderőreform, a hadsereg létszáma majd, hogy nem megduplázódott, ez tovább fog duplázódni még 2030-ig. Óriási beszerzések történtek a hadseregbe. Lengyelország külpolitikai értelemben megerősödött, a háború egyértelműen európai középhatalommá emelte Lengyelországot. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy sikertelen 4 év volt, és hogy ezért bukott volna meg a kormány. Az nagyon-nagyon érdekes, hogy aztán mit tud majd kezdeni a polgári koalíció. Egyébként a 100 napos programját, hogyha megnézzük, akkor csak néhány dolgot kiemelve Lengyelországban, még egy dolog, hogy az abortusz kérdés. Tehát Lengyelországban akkor, amikor inkább a fiatal lakosság, tehát a 30 év alattiak száma növekszik, a nagyvárosok erősödnek, akkor fontos dolog az, hogy egy hangsúlyozom, az egyházzal nagyon szoros kapcsolatban álló, majdhogy nem ultraortodox, konzervatív nézeteket valló párt, mondjuk a rendkívül szigorú, szinte mindent abortuszt kizáró törvényt hozott, emiatt voltak is tüntetések Varsóban. Tehát, de nézzük azt, mert hogy kik ezek a pártok? Tehát azért röviden, ha már beszéltem arról, hogy Kaczyńskiék, tehát ők egy nemzeti konzervatív, az állam szerepét nagyon fontosnak tartó, szuverenista külpolitikai értelemben párt és szociálisan érzékeny párt. A Tusk fémjelezte polgári koalíció egy jobb-közép párt ideológiai értelemben, de olyan jobb-közép, mint a CDU Németországban. Tehát az európai jobb-közép pártok, hát nézzük meg a Európai Parlamentben a néppárti koalíciójában kik vannak, tehát hogy viszonyítsam, tehát ők a Fidesznél liberálisabbak. Tehát a nyugat-európai konzervatív jobboldal az jóval liberálisabb. Tehát föloldódott valahol. Tehát ilyen a
polgári platform is, ami vezető ereje a polgári koalíciónak, és gazdasági értelemben viszont egyértelműen neoliberális. A Holovnya fémjelezte harmadik út, ők, hát a programjukat nézzük, akkor hát ott van minden, mert abban a parasztpárt is ott van, a parasztpárt az védi a vidékiek érdekeit, a harmadik út nevű tömörpárt az pedig inkább a nagyvárosok érdekeit, a fiatalok érdekeit. Nem véletlenül, hogy a programjuknak egy központi része volt az oktatás, hogy 600%-át kell az oktatásra költeni, minden nap legyen angolóra, stb. És az abortusz kérdésben is megosztottak voltak. Lengyelországban ezt mondom, ez nagyon fontos kérdés, tehát az abortusz enyhítését ellenzi a néppárt, míg a holovnyáék azok lazítanának rajta. A baloldalról azért el kell mondani, az új baloldal, ez egy progresszív, újbaloldali tömörülés, több pártot foglal magába, és ők már nem posztkommunisták. Tehát ez a progresszív, klasszikusan nyugati baloldal, részben a D-linkeihez hasonlíthatnám, de jóval inkább a zöldekhez Németországban. Ők, ahogy említettem, a legmarkásabban támogatják például az LMBTQ mozgalmakat. És akkor többször szó esett a konfederációról, a konfederáció pedig ugye társadalmi, kulturális értelemben nemzeti, szuverenista, ugyanakkor a gazdaságpolitikája az állam leépítését képviseli, tehát libertáriánus egyértelműen. Ezek után, tehát mert majdnem biztos, tehát kimondhatjuk, hogy a Tusk vezette polgári koalíció fog kormányt alakítani, és 100 napos programjában, tehát mondom, hogy helyre tudjuk tenni, hogy körülbelül hova tegyük őket. Tehát például a mesterséges megtermékenyítést államilag támogatni fogják. Az abortuszt a terhesség 12. hetéig engedélyezik. Biztosítják az ingyenes érzéstelenítéshez való jogot a szülés során, az ingyenes kismama gondozáshoz való hozzáférést, vén nélküli sürgősségi fogamzásgátlóhoz jutást, tehát azért enyhítenének ezen a szigoron, azon az ultraortodox szigoron, amit a PISZ képvisel ebben hát az egyébként a szavazóbázisuk miatt fontos is. Az egyházhoz való viszonyuk is, ha úgy fogalmazhatok, hogy nem annyira szoros vagy liberálisabb, hiszen az egyházi alapot megszüntetnék, a hittant törölnék az iskolai bizonyítványokból, korlátoznák az egyházat az iskolákban, csak az évnyitón és az évzáron lehetne mise. Gazdasági vagy szociális értelemben ők is beszálltak az ígérgetésbe, tehát szociális értelemben ugyanúgy, ahogy a PISZ nagyon sokat, nem engedhettek, mert különben a PISZ fogja elvinni a szavazatokat. Az embereknek fontos az, hogy a zsebük tele van, vagy nincs, vagy a pénztárcájuk. Hát egyik legfontosabb ígéretük az, hogy az uniós alapokból származó pénzt ők majd megszerzik. Erre majd visszatérünk, mert hát ez nagyon fontos tényező volt a választás során. Adócsökkent, ugye, mivel ők a középosztály pártja, a vállalkozók, sokkal inkább a vállalkozók pártja, meg egyébként neoliberális gazdaságpolitikát folytatnak, azért, tehát adócsökkentés van a programjukban, tanárok fizetését legalább 30%-kal emelnék a közalkalmazottak fizetését 20%-kal. Tehát ez az ígérgetés, és ezt valószínűleg arra alapozzák, hogy megjönnek majd az európai pénzek. Nullás áfát ígértek a tömegközlekedésre, nullás kamatozású hitelt adnának az első lakás megvásárlására, támogatnák a fiatalok lakásbérlését. Tehát szociális értelemben nem mondhatjuk azt, hogy ők azért mindent visszavennének, meg támogatják az 500 plusz, sőt már 800 plusz programot is. És ami a legfontosabb, itt ugye miért nem kapja meg Lengyelország a
pénzeket, legalábbis mire hivatkozik az Európai Unió. Itt a jogállamiságról van szó, hogy ezért azt a vitatott kér intézményt megszüntetné a PISZ, megszüntetnék Tuskék, tehát a Kaczyńskék által létrehozott országos bírósági tanácsot megszüntetnék, és külön választanák az igazságügyi miniszter és a legfőbb ügyész funkcióit. Tehát sok minden van itt. Én azt mondom, hogy ez a váltás egyértelműen azt jelzi előre, hogy egy szociálisan kevésbé érzékeny, az állam szerepét inkább leépítő, gazdaságpolitikájában inkább neoliberális, kevésbé osztogató, kevésbé paternalista irány következik, ami a külpolitikai irányt illeti, vagy nyugat-európai fősodorba sokkal jobban belesimuló lesz, mint a jelenleg kormányzó PISZ volt. Lengyelországban senki nem teheti meg, hogy a lengyel érdekeket azért ne védje. Tehát más, nem mondom, hogy teljes mértékben föl fognak adni mindent, de Tuskék megnyilatkozásai az egyértelműsítik, hogy ők nem a szuverenista vonalat vinnék tovább. Nem a nemzetek Európájában gondolkodnak igazából. Akkor az elmondható, hogy ez igazából hát negatív következményeket fog hozni alapvetően a szuverenista gondolkodású szövetségeseknek. Most itt nem egészen zártan Magyarországra gondolok például. Egyértelmű. Tehát Magyarországnak, a magyar kormánynak ez a váltás nem jó, ezt mondjuk ki, hiszen Európában lényegében egyedül marad azzal a politikával, amit folytat. Tehát és mi ez a politika? Azért itt nem arról van szó, hogy Huxit, meg Polexit, meg ilyenek lennének, tehát hogy magyar vagy a lengyel vonalon, például a Tuskék azzal kampányoltak, illetőleg a választás után azt mondták, hogy győzött a demokrácia, ugyanaz, mint Magyarországon, tehát az ellenzék és a kormány szemben áll, győzött a demokrácia, és Lengyelország az Európai Unióban marad. Tehát ezt üzenték a választások eredményei után, hogy hát az győzött. Senki nem akart kilépni az Európai Unióból, viszont ezt a föderalista elképzeléseket képzelő vagy erősítő vonallal szemben a nemzetek Európájában gondolkodik Orbán is, abban gondolkodott inkább Kaczyński is. Tehát ezek a szuverenista pártok másképp képzelik el az Európai Unió működését, míg Tusk, hát egyértelműen ő, tehát ugye Brüsszelben volt, Brüsszelben dolgozott, ő egyébként a kampányban is sokat fölmerült, hogy a németek embere, és valóban Angela Merkel jóvoltából lett ő az Európai Bizottság, került Brüsszelbe, és az Európai Unió egyik vezetőjének, és hát nem számítok arra, hogy ő majd addig veri az asztalt, hogy itt ne abba az irányba menjenek a dolgok, ahogy ezt a német-francia tengely jelen pillanatban elképzeli. De teljes mértékben nem fogja, meg nem is adhatja föl a lengyel érdekeket, az is biztos. És az, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan alakul a visegrádi négyeknek a sorsa. Hát ahogy Tuskot halljuk, tehát sem a visegrádi négyek nem olyan fontosak a számára, mint mondjuk akár Kaczyński számára volt, hát a magyar kormánnyal szemben pedig egyértelműen ellenségesen viselkedik. Hát valamikor régen még nagyon jóba volt a két párt és a két politikus is, Orbán és Tusk, de ez az utóbbi időben nem utolsó sorban a lengyel belpolitikai szembenállás miatt is megromlott ez a viszony. Más utat vett a polgári platform, más, mint a Fidesz. Tehát magyarán
a Fidesz nem nagyon számíthat a lengyel támogatásra az Európai Unióval folytatott vitáiban. Ez nem azt jelenti, hogy a lengyelek teljesen kidobják az ablakon, vagy azt a visegrádi együttműködést. Taktikai együttműködés lesz, tehát közép-európai érdekeket, lobbizást fognak folytatni, de Orbán Viktor lényegében egyedül marad a visegrádi négyeken belül is, hát egy egyértelműen liberális irányt vett Csehország, ebben az irányba megy Lengyelország, Szlovákiában most váltás volt, tehát akkor úgy fogalmaznék, hogy egy, de azért nem mondanám, hogy Robert Fico 100%-ban a magyar kormányt fogja támogatni, tehát akkor lesz egy másfél a két és féllel szemben. Tehát így a Visegrádon belüli megosztottságot, ha nézzük. Tehát azt kimondhatjuk, hogy a magyar kormánynak jobb lett volna, hogyha marad a PISZ, mert az utóbbi időben ugyan lehűlt a viszony, hűvösebb lett a orosz-ukrán háborúhoz való hozzáállás miatt, de ideológiai értelemben ugyanazon az oldalon álltak, megértik egymást, és azt is mondhatjuk, hogy azért az Európáról való elképzelésekben is a PISZ ott volt a Fidesz mellett. Azt azonban kimondhatjuk egyértelműen, hogy a magyar-lengyel barátság az megmaradt. Tehát az, a két nép barátsága az nem függ a politikai irányváltásoktól, tehát ezt nem veszélyezteti ez a helyzet. Az, hogyha ha Donald Tusk alakít kormányt, és erre van a legnagyobb esély, hát majdnem biztosra vehető véleményem szerint, ez még tovább nehezíti az amúgy is utóbbi időben döcögős lengyel-magyar együttműködést. Ebben biztos lehetek, és az abban is, hogy ez gyengíti a magyar lobbit az Európai Unióban, és a visegrádi együttműködés sem lesz okvetlenül olyan hatékony, mint ami idáig volt. És még egy dolog, azzal, hogy Lengyelországban a nyugati fősodor, tehát itt nem csak az Európai Uniót, hanem az Egyesült Államokat is értem, nyugati fősodor számára kellemetlen, szuverenista párt ellenzékbe kerül, ez egyértelmű azt is jelenti, hogy az összes figyelem, tehát ennek a nyugat-európai fősodornak az összes figyelme feltehetően Magyarországra fog irányulni, ami hát a nyomásgyakorlás szempontjából nem lesz jó számunkra. Igen, és hát sajnos ebbe az adásba ennyi fért bele, viszont van egy olyan érzésem, hogy ennek a lengyel választásnak a következményeivel közvetett módon még biztosan fogunk foglalkozni a következő műsorokban is. Hát hallgatóinknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és Stier Gábornak is, hogy itt volt velünk, és rávilágított ezekre az összefüggésekre. Köszönöm a figyelmet.